Orbán Viktor kormányzásának, impotens kormányzásának következményeként megbukott a Fidesz kormány családpolitikája. Orbán Viktor kormányának lelkén szárad, minden meg nem született gyermek. A családbarát kormány helyett ez a pártbarátok kormánya, de mondhatnánk azt is, hogy a családi barátok kormánya. A Fidesz legfrissebb sikerpropagandája, hogy bevezetik a munkalehetőséget a gyed mellett, szeretnénk felhívni a figyelmet, a kormányzat tagjainak a figyelmét arra, hogy ez nem bevezetés, hanem visszaállítás. És a legkétségbeesettebb ötletük, a legfrissebb ötletük, hogy a felsőoktatásban lévőket hogyan ösztönözzék szülésre. Az SZMN tervük szerint a hallgatói jogviszonnyal rendelkezőknek elengedik diákhitelüknek egy részét, hogyha gyermeket vállalnak. Ma azt azért tudni kell, hogy a felsőoktatásban résztvevő diákoknak több mint 50%-a tervezi tanulmányain után elhagyni ezt az országot. Azt gondolja a kormányzat, hogy ezzel bárkit szülésre ösztönözhet? Azt gondolja, hogy a külföldi életet tervező diákok majd éppen emiatt maradnak ebbe az országba? Az Orbán által sanyargatott, kirabolt, megfélemlített és tönkretett Magyarországba. 3,5 éve folyamatosan csökken a megszületett gyermekek száma. A legfrissebb KSH adatok szerint az év első 7 hónapjában 3,3%-kal született kevesebb gyermek a tavalyi évhez viszonyítva. Itt el kell mondani, hogy rendszerváltás óta a legkevesebb gyermek 2011-ben született, akkor alig haladta meg a 88 ezret. 2012-ben egy icipicivel több gyermek, 90 ezer gyermek született, és az előzetes számítások szerint tragikus számot fog mutatni az idei év. Ez azt jelenti, hogy negatív rekordot fogunk az idén dönteni ebben a témában is, nem fogja elérni a 2011-es adatokat. Felhívnánk a valóságot hírből sem ismerő Fidesz kormány figyelmét, hogy a fiatalok menekülésszerű külföldre vándorlása és a gyermekszám drasztikus csökkenése egyet jelent, hogy az Orbán rezsim totális csődjét jelenthetjük ma be. A gazdaságpolitika csődjét, a végtelenségig szétvert oktatáspolitika csődjét és az impotens családpolitika csődjét. A fiatalok azért nem alapítanak ma családot, mert tömegesen készülnek külföldre elvándorolni, és ezt azért teszik, mert Orbán Viktor ellopta a jövőjüket. Kirabolta Orbán Viktor az országot, és szétosztotta a haverjai és a fideszes maffia családok között. Orbán Viktor kormányának a lelkén szárad minden egyes meg nem született gyermek. Ezzel szemben a Magyar Szocialista Párt olyan országot akar, ahol minden egyes gyermek megszülethet, és a kormány helyett maguk a családok terveznek gyermeket. A Magyar Szocialista Párt minden eszközzel támogatja, hogy minden gyerek többre vihesse, mint a saját szülei, függetlenül attól, hogy milyen családba születtek. 2014-ben kormányra kerülésekor az egyik fő társadalmi csoport, aki nyertese lesz a Magyar Szocialista Párt kormányzásának, azok maguk a gyerekek, az anyák és a nők. Igazságos, szabad Magyarországot szeretnénk, ahol a családok biztonságban élhetnek és jólétben nevelhetik a gyermekeiket.